harmadik állomás, tanuló szándékkal párbeszédre való nyitottság. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert életünk gyermekké lettél. Elmélkedés. A kis Jézus napokon keresztül a jeruzsálemi templomban bölcsen kérdezgetett. Párbeszédet folytat 12 évesen a papokkal. Később az öt kereső szüleivel is nyíltan elbeszélget. Nézd, atyád és én aggódva kerestünk, mondja Mária. És Jézus a feléje megfogalmazott kérdésekre őszintén válaszol. A gyermeki lelkület fontos része a nyitottság, a kíváncsiság, az, hogy előítélettől mentesen kérdéseket teszünk fel, és meghallgassuk mások válaszát, véleményét. Természetesen az is, hogy mi magunk is megpróbálunk válaszokat keresni, adni mások kérdéseire. Egy gyermek szeret beszélgetni, társalogni, csacsogni mindenféle kérdéssel kapcsolatban. Előtte nincsenek tabuk, mert ő hiszi, hogy minden megismerhető, minden megoldható, ezért őszintén nyíltan meg minden fiókot kihúz, minden ajtón belé. Könyörgés. Félelembe, hallgatásba süllyedett világunknak, add meg, Úrunk, az őszinte párbeszédre való készséget, hogy gyermeki lelkülettel kíváncsian meghallgassuk egymást, és mi magunk is merjük elmondani gondjainkat, gondolatainkat, örömeinket, félelmeinket. Add, hogy higgyünk az őszinte párbeszéd a kimondott szó világformáló erejében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Gyermeki váló Krisztusunk, add a gyermeki lelkületedet nekünk.